Az új oktatási törvény szerint az idei tanévtől az első, ötödik és kilencedik osztályosok órarendjében szerepel a mindennapos testnevelés óra. Az iskolák jó részének azonban problémát okoz a törvény betartása, sok helyen nincs megfelelő infrastruktúra vagy elég tanár. Nincs ez másképp Székesfehérváron sem, ezért egyre több intézmény működik együtt sportegyesülettel, hogy kiszervezze a testnevelés órák egy részét. Ez mind a két fél számára gyümölcsöző, és hozzáveszem még az önkormányzatot is, hiszen természetesen mi pedig akkor nyugodtan tudjuk azt, hogy a gyermekek egyrészt biztonságban vannak a tanórán kereken belül, és kihasználják a törvény adta lehetőséget a mindennapos testnevelés tekintetében. Én is nagyon szeretném, hogyha a Bajnokok városában azok a fiatalok, akik esetleg maguktól nem gondoltak arra, hogy egy-egy sportágat választanak, az ilyen alkalmakkor megtetszik nekik az adott sportág, és rendszeres életformájukká válik. A Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola is élt a lehetőséggel. Idén szeptembertől a diákok hivatalos testnevelés óra keretében látogatják a Fehérvár Vasas SC edzőtermét, ahol az ökölvívással ismerkedhetnek meg a tanulók. A box, én úgy gondolom, hogy egy olyan intézményben, ahol 800 fiú van, mindenképpen népszerű sport lehet. Vannak ökölvívó régi diákjaink, és örömmel látjuk, hogy egyre többen járnak át ide, nem csak ebbe a heti két órába, hanem minden nap is. A foglalkozásokat Svasznek Jenő tartja, a Fehérvár Vasas SC szakmai vezetője szerint ezzel a lehetőséggel sok gyereket nyerhet a sportág, és persze az egyesület is. Valamikor régen legalábbis a sportra az iskolába kaptuk az első instrukciókat, és annak alapján jártunk le sportolni. Most mi ugyanazt megpróbáljuk megcsinálni, hogy elhintjük a kis gyerekeknek a népszerűséget, és megpróbáljuk őket befonni itt a boxban. Arról nem is beszélve, hogy ugye a minél kevesebb tekergő gyerek legyen szabadidőben, ugye itt nagyon sok a kollégista, ne nagyon tekeregjenek itt a városban, hanem inkább jöjjenek itt az edzőterembe hozzá. Amennyiben több iskola és egyesület is felismeri a lehetőséget az együttműködésre, úgy sok diák nyerhető meg a különböző sportágaknak, ezen keresztül pedig a hátország erősödhet, nagyobb bázisból meríthetnek a klubok, de ami mindennél fontosabb, egészségesebb nép lehet a magyar.